Az óvodában ez egy hagyományos program, ilyenkor szüret idején. Egy kicsit mesélj nekem, légy szíves, mi zajlik ezen a héten az óvodában. Ezen a héten igazából ez a szüreti kavalkád névre hallgat ez a tevékenység sorozat. Ezen a héten a gyerekekkel próbáljuk megismertetni a szüretnek minden egyes fortéját. Igazából a szőlőtaposással, préseléssel, a munkafolyamatokkal ismerkednek meg jobban, illetve még azzal, hogy az egyik napon barkácsolással hangolódunk rá, a következő napon például táncház lesz majd, úgyhogy azt is nagyon élvezik a gyerekek. Illetve a mai napon például kijöttünk ide szüretelni. Ez a gyerekeknek azért nagy élmény, mert minden évben lassan már ez a harmadik év. Galántai család felajánlásából kijöhetünk ide hozzájuk a szőlőbe, és a gyermekek így igazából kétkezi munkával úgymond megismerhetik, hogy mégis mennyi munka van ezzel az egész szüreteléssel kapcsolatban. Annak idején milyen céllal indult ez a projekt hét? Igazából olyan céllal indult véleményem szerint, hogy a mai gyermekek azért nem nagyon ismerik ezeknek a hagyományait, és a hagyományőrzés szempontjából, mivel az is egy elsődleges feladat, úgy gondoltuk, hogy ezzel közelebb vihetjük hozzá a szívükhöz. Erről kicsit beszélgessünk. Nem tapasztaljátok azt, hogy azért van a gyerekek közt olyan, aki ismeri, tudja, mi az megfogni a szőlőt, leszedni, puttonyba önteni, ismeri ezeket a szavakat. Gondolom azért, vagy legalábbis remélem, hogy nem halt még ki teljesen. Nem, természetesen nem. Szerencsére nagyon-nagyon sokak úgy vannak vele, hogy ők, sőt még büszkék is rá, hogy a társaiknak mondják, hogy őnekik van szőlőjük, és ő szokott kimenni, puttonyozni. Viszont hát ugye vannak azok a gyermekek is, akinek például a szülei olyan helyen dolgoznak, akik nem éppen ebben az iparágban vannak benne. Ezért azokkal a gyerekekkel szeretnénk megismertetni. Nagy élmény számukra. De nem az egész óvodában van most szüreti kavalkád, vagy igen? De maga a szüreti kavalkád az egész hétre szól, az hétfőtől péntekig, viszont így maga így kijönni csak a nagy csoportosokkal szoktunk minden évben. Mert már ők elég nagyok ahhoz, hogy a saját kis ollójukat, kis vödrüket használják, és ők tudják úgy feldolgozni az élményt az életkorukhoz megfelelően. És mi vár ma itt a gyerekekre, alig, hogy kijöttek, beálltak a sorba, elkezdték a szüretet, aztán mi fog még történni? Mai napon majd még egy lovaskocsikázás fog rájuk várni, ugye pótkocsival jöttünk ki, traktorral, ugye Galántai Norbi hozott ki minket, majd ezután egy körülbelül 11 óráig leszünk itt, majd megyünk vissza az óviba. Viszont idén most nem csak a préseléssel, hanem a taposással is megismerkedhetnek a gyerekek, úgyhogy ilyen kis gumicsizmákkal érkeztek pontosan emiatt, és váltóruhát is hoztak az óviba. De látom már, a zobonéni készülnek a megvendégelésre, hogy nehogy éhen, meg szomja halljanak. Igen, természetesen, mert ezt rég is itt összepakoltak mindent, úgyhogy enni, innivaló is lesz a gyerekeknek, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, mert ez ilyen nagy élmény azért mindenki számára, számunkra is. Az evangélikus óvoda nagy csoportosai érkeztek ide hozzád, és hallottam, hogy már ez nem az első alkalom. Igen, mondhatjuk, hogy most már hagyomány, hogy itt a Csábori két sorban nálunk, a Galántai birtokon szüretelnek az evangélikus óvoda nagy csoportosai. 2018-ban volt Máté fiam nagy csoportos, 19-ben nagy-nagy csoportos gyakorlatilag, ugye akkor megint nagy csoport kijött, és most Dávid fiam a nagy csoportos, ő következett, illetve az ő csoportja. Így nyilván nem is kellett felkérni, még magától adódott, természetes volt, hogy újra eljönnek és szüretelnek. Szokásosan meghagytunk nekik egy pár oszlopközszőlőt egy pár sorba, így most nagy lendülettel vezették bele magukat a kézi szüretbe. A közösségi oldalon szoktam látni, hogy a te fiaid bizony kiveszik a részüket a szüretből. Legalábbis nagyon jól ismerik ezt a dolgot. Most nem tudom, hogy a többi óvodás hogy van ezzel. Mondjuk az elmúlt két évben mit tapasztaltál, hogy mennyire ügyesek a gyerekek, mennyire ismerik mondjuk a szürethez kapcsolódó szavakat? Hát én azt gondolom, hogy a gyerekek mindig is kötődnek a természethez, azáltal a szőlőhöz is, de bármilyen növényhez vagy állathoz. Most itt nagyon jól láthatjuk, pont sikerült találni egy párnapos kisnyulat, nem én raktam ide reggel, ez teljesen véletlen. Én szerintem észre sem vettem volna, de a gyerekszem meglátta egy percen belül. Hát kisnyulnak szerintem most egy pár álmatlan éjszakát okozunk majd ezzel, hogy itt körbeveszik, de hát most nyilván élmény. Azt gondolom, hogy meg kell mutatni a gyerekeknek, annak is, akinek nincs szőlője. Nem baj az, ha látja, hogy mi a szőlő, hogy kell ezt a fürtöt esetleg levágni.
ne felejtsék egészen el azt a gyökereket, ahonnan jövünk. Lehet, hogy nem fognak soha többet az életükbe szőlőbe időt eltölteni, de én azt gondolom, hogy nem ördögtől való dolog ez, hogy kijöjjünk egy kicsit. A gyerekek alapból szeretnek piszkosak lenni, ezt tudjuk. Szeretik a szőlőt kóstolni azért. Olyan élményeket ad ez nekik, amiről tudom már az elmúlt évekből, hogy utána mindig oda jönnek, köszönnek az óvodába, ha esetleg én viszem a fiaimat, és mondják, hogy milyen jó volt a szüret. Tehát azért egy pozitív élmény lesz ez nekik mindenképpen. A fiaidnál te ezt tudatosan csinálod, ezt a fajta nevelést, hogy ott kell lenniük a szüreten, vagy ők akarnak jönni a szüretre? Hát kelleni nem kell, igazából ez nem kötelező, de hogyha én megpendítem otthon szombaton délben, hogy na, akkor ki akar délután jönni velem a tanyára, akkor hála Istennek leteszik a tabletot, és indulunk, töltünk egy-egy kulacs vizet, és akkor jönnek. Ez gyakorlatilag most szombaton délután így működött, nekem volt még dolgom, és jöttek velem a tanyára. Egyből beülnek a traktorba, kisétálnak, esetleg megkóstolják a szőlőt, vagy esznek egy fürt szőlőt. Részben tudatos, részben meg adja magát a szituáció, a helyzet. Én nem gondolom, hogy rossz dolog az, hogyha ők kijönnek. Az meg, hogy a tabletot ez miatt leteszik, az külön öröm. Azt gondolom ma 2020-ban. Vettem szőlőt, most érik, most érik, most érik.